Futásban minden mennyiségben jó estét kívánok. Futásról fogunk beszélgetni a következő bő 25 percben, mindenféle témában, mert hogy a két mai vendégemmel gyakorlatilag órákat tudnánk szerintem a futásról, annak szépségeiről és minden nehézségéről beszélgetni. A műsoridőnk természetesen bekorlátozott, úgyhogy ez nagyjából 25 percig fog tartani. Mai vendégeim itt a Bajnokok Városa című magazin műsorunkban Sós Péter szervező és Kaufer Tamás moderátor, és hogy mit szervez Péter és mit moderál majd Tamás, arról fogunk majd elsősorban beszélgetni a következő néhány percben. Szervusztok, üdvözöllek benneteket a műsorban. Jó estét kívánok, szervusz. Szóval Péter, mit szervezel? Vagy miben segítesz be szervezésileg? Mert jövő héten lesz egy filmvetítés itt Székesfehérváron, egy olyan filmet fognak levetíteni majd a nagy multi moziban, amely az ultrafutásról szól, egészen konkrétan egy verseny kapcsán, de nagyon sok mindenről. Ez így van. Ez a film már részbe bejárta Magyarországot. Simonyi Balázs, egy ultrafutó barátom készítette ezt a filmet, ő találta ki, aki ugye résztvevője ennek, most már kimondhatjuk, a Spartathlonról beszélünk, ami ugye Görögországban egy klasszikus ultrafutó verseny, de a világ minden tájáról ugye részt vesznek rajta futók. Elkészült ez a film, és... Ez az Ultra. Ez az Ultra, film. Igen, amit már nagyon régóta, hónapok óta tervezzük, hogy szeretnénk, hogyha a fehérváriak, a fehérvári futók, vagy bárki, aki érdeklődik az ilyen extrém versenyek iránt, akkor meg tudja nézni. És hát, hál' az égnek sikerült. Látható lesz a film akkor jövő hét pénteken, este 19 órakor. És utána pedig lesz egy beszélgetés, amelyet már Tamás rutinosan moderálni fog, mert hogy hasonló beszélgetést te már csináltál, igen, ugye? Mátéri Vajú Edittel, meg Lajkó Csabival. Talán két éve volt, vagy másfél éve, amikor hazajöttek Spártából a Lajkó Csabi és az Edit, a Máté Edit. És akkor csináltam velük a Városháza dísztermében egy órás beszélgetést, hogy ők ezt hogy élték meg, mint a két fehérvári spártai harcos, spártai hős. És jó volt, szerintem élvezték, akik ott voltak. Sajnos nem ért oda a városi tévékamerája, úgyhogy sajnos ezt nem tudjuk megnézni. Köszönjük a finom kritikai észrevételt. Így másfél-két év távlatából. Ne, hát most tudtam, hogy egyszer... egyszer mi visszakapjuk. Jó, igen, nem, ez természetesen vissza. Na, lényeg az, hogy én, amikor hallottam ezt, hogy jön ez az Ultra című film a Sós Petinek a segítségével, akkor oda mentem a Sós Petihez, és mondtam, hogy szerezzél nekem ingyen jegyet. Ha ingyen jegyet nem tud szerezni, viszont lehetnél moderátor. És akkor gyakorlatilag ez így történt. És akkor mondtam, hogy jó. Valamit valamiért, de kivel fogsz beszélgetni? Hát a Simonyi Balázs producer-rendezővel fogok, aki ugyancsak ügyes párta teljesít, többszörös, négyszeres pártának teljesítője, futóverseny teljesítője, illetve hát a filmet ő rendezte, ő a producer. És akkor különböző kérdéseket fogunk feltenni, de hát elsősorban ugye egy ilyen közönség, találkozós rend, tehát egy ilyen kötetlen beszélgetés lesz, ahogy a Balázsdal én már beszéltem erről természetesen. Jó, valamelyikötök azért mondja el, hogy rendben van, itt van ez a film, és az a címe, hogy Ultra, meg a Spártatlonról szól, de mi az a Spártatlon, tehát a laikusok kedvéért? Hát maga ugye a táv, az már egy ultratáv, ugye a nevéből is adódik, egy olyan megmérettetés, ugye 246 kilométerről beszélünk, amit Athénból a tengerpart mellett, majd később hegyeken magas szinteket megtéve el kell futni ugye Spártáig. Ennek van egy történelmi háttere. Ugye akkoriban régen Görögországban, amikor még a görögök ugye a perzsákkal harcoltak, akkor voltak hírvívők, futárok, akik vitték a híreket, hogy egy adott csatában ugye mi történt, és hát nyilván, amikor megnyertek egy csatát a perzsák ellen, akkor az akkori hírvivő ugye mit tudott tenni, hogy ilyen nagy távolságokat meg tudjon tenni, és a hírt nagyon gyorsan el tudja vinni nyilván a városok lakóinak, főleg egy győzelmi hírt, ugye futva tette meg a távot, és adta át a hírt. Most annó a magának Spartathlonnak az alaptörténete az, hogy angol repülősök kvázi lepróbálták, hogy megtehető ez a táv egy bizonyos időn belül, és hogyha ez igen, akkor ebből lesz akár adott esetben ugye egy futóverseny, egy ilyen történelmi hátterű futóverseny, és ez meg is történt ugye a 80-as években, és hát azóta már óriási nagy
részvétel van a verseny iránt, tehát Magyarországról is még az első időszakban pár futó ment ki, most már ilyen 15-20 futó is indul, vagy egyáltalán felkészül és rajthoz akar állni. De ez egy zárt lista tulajdonképpen, tehát ide föl kell kerülni, tehát itt nincs olyan nem, hogy valaki holnap után kitalálja, hogy akkor akarok indulni, azért van egy limit. Ez így van, nyilván vannak előzetesen a nevezésnek bizonyos feltételei, amiknek ugye meg kell felelni. Tehát itt például 100 kilométeren mennyit fut egy futó, 200 kilométert mennyi idő alatt tesz meg. Tehát persze senki nem fog úgy itt ezen elindulni, hogy fölébred, és na, és akkor én elindulok. Ugye pont az a célunk ezzel a filmmel is, meg utána a kerekasztal beszélgetéssel, hogy azok a futók, akik itt Székesfehérváron is már terveznek, meg már futottak ultrát, megismerjék azokat a futókat, akik már részt vettek és sikeresen teljesítették ezt az extrém távot, hogy készülnek fel, hogy étkeznek. Tehát ugye igazából a kulisszatitkokat akarjuk nekik előhozni. Mire leszel a leginkább kíváncsi? Mert azért te magad is futsz sokat, nem is keveset, még hogyha a Spartatlont még nem teljesítetted, de mire leszel a leginkább kíváncsi? Hát jól mondtad, hogy ez egy zárt kör tulajdonképpen, és itt valószínű nem fog a Kossuth utcából a Józsi bácsi eljönni, tehát azért itt akik ide eljönnek a futáshoz valamilyen formában kötődnek. Arról nagyon-nagyon sokat hallottunk, hogy hány kilométert futnak egy évben, még talán az étkezésükről is, hogy milyen iszonyatos spártai felkészülésben kell itt részt venni, és hosszú évek munkája, hogy valaki egyáltalán ezt vállalni tudja. Én egy picit inkább mögé szeretnék ennek nézni, illetve a film is, ahogy a Simonyi Balázsra beszélgettem. Én gondolkodtam, mert ilyen kalózcsatornákon már meg lehetett ezt a filmet nézni, de én úgy gondoltam, hogy eddig nem néztem meg, akkor már nem is fogom megnézni. Tehát ugyanolyan izgalommal várom, mint a többi futó. Én inkább mögé szeretnék nézni, hogy azért alapvetően tudjuk, hogy a futók nem normálisak, ez nem kérdés. Tehát aki 10 kilométer felett fut, azonnak valószínűleg már valami kehéje van, kettője van. Ezt kikérem magamnak azért, bocsánat. A többi futó nevében is. Tehát az alap, hogy aki felveszi a futócipőt, az IQ szintje azonnal visszaesik. A viccet félretéve azért ezeket a távokat, hogy valaki bevállalja, itt azért a háttérben vannak komoly, hogy mondjam, családi problémák, majd látjátok a filmbe, önbizalom hiányos futók, sérült emberek, hogy valamiért bizonyítani akar elsősorban magának. És a film egyébként ezeket boncolgatja, de kisebb szinten mi is tulajdonképpen ezeket éljük át. Munka és stressz, elmegyek futni. Valaki rosszat szólt, kiürítem az agyamat, elmegyek futni. De van, aki csak azért fut, mert szereti. Biztos, hogy ilyen is van, de én úgy gondolom, illetve a hosszú évek tapasztalatából mondom, hogy ez a kevesebb. Illetve az ultrások között már meggyőződésem, hogy keresik a miértet, ők is keresik a miértet. Tulajdonképpen nem is tudják ők sem megfogalmazni, belekerülnek egy ilyen ördögi körbe. Nálunk, nekünk átlagos futóknak is felfoghatatlan az a kilométer mennyiség, amit ehhez abszolválni kell, illetve maga a 246 kilométer. Tehát ezt emberi észre nem lehet feldolgozni. Nem, mert kocsival is, hogy kétszer meggondolja, neki vágjon hát, a 246-nak. Pontosan. Tehát én inkább emögé szeretnék, ezeket szeretném boncolgatni, hogy mit érez, miért indult el, mi van, amikor célba ér. Ennyi tulajdonképpen. Péter, szerintem szeretné reagálni, mert azért egyszer már nekiszaladtál ennek a történetnek, tehát neked mi a... hogy tudom, mit idézzem, mi a kehét. Hogy én is futok. Nagyon. Az a baj, hogy a műsoridő 74 perces lenne, ha elkezdeném. De a 246 kilométerig tartanak, ugye. De viccet félretéve tényleg, mindenki persze elkezd futni. Először pár kilométert, azt egyre többet. És amikor ember már benne van, akkor, és nyilván azok az élethelyzetek, amiről Tom is beszélt. Mert ezek az emberek is, vagy bármelyikünk, amikor először elkezdett futni, ugyanolyan volt, mint mindenki más. Meg a többi futó is. Csak amikor egyszer elindul, egyre többet fut, keresi a határokat, van egy belső késztetése, hogy menjen tovább, és a maratonok fölött is fusson ilyen távokat. És egyszer csak azt veszi észre, hogy lehet, hogy éppen ott van a rajtnál. Kint, Aténben. Így van.
például. Igen. Annyit még, bocsánat, hogy közbevágtam, az jutott eszembe, és ez nagyon-nagyon sok futótól visszahallom, hogy amikor elindulsz, persze senki nem úgy kezdi, hogy most én maratont vagy akár spártát szeretnék futni, de mindenki, szerintem a genetika azért az alap, de mindenki a saját teljesítőképessége határáig el szeretne jutni. Hogy most ez kinek mennyi, 5 km, 10 km maraton, vagy éppen spárta, az egy dolog, de én úgy gondolom, hogy ez egy futónál előbb-utóbb ide kiukat, hogy a határig el akar menni, és akkor... És kell egy olyan élethelyzet, amiről beszéltünk. Tehát most ugye kérdeztél, hogy 2009-ben indultam én, azóta nem indultam, egyszer indultam ezen a versenyen, amikor hát sajnos 151 kilométerig jutottam, a hegy megállított, de én nem voltam akkor felkészülve. De én is egy olyan élethelyzetben voltam, ami hozta magával, hogy nekem mennem kellett. De tanultam rengeteget. Tehát azt megtanultam, hogy ez túl gyors volt, túl felkészületlen voltam több szempontból akkor még. Mi derül ki ebből a filmből, mondjuk egy tényleg a futáshoz minimálisan sem kötődő, csak érdeklődő, vagy a dokumentumfilmeket szerető ember számára, hogy miért fut le valaki, miért akar lefutni valaki 246 kilométert egyben? Én úgy gondolom... Vagy egyáltalán miért jó futni? Hát itt több kérdést feltettél. Tehát futni miért jó, arra nekem az a válaszom, hogy nyilván... Ez kiderül a filmből, amit most mondani fogsz, hogy miért jó futni? Ez a saját véleményem. Tehát futni, mozogni inkább azt mondom, az a mai világban mindenkinek jó, és teljesen mindegy, hogy ez egy fiatal emberről, vagy fiatalról beszélünk, vagy egy idősebb emberről. Tehát a mozgás legyen bent az életébe, a napjaiba. Tehát a egyik válaszra válaszolva. A másik dolog a futás, vagy a filmet, ahol valaki meg fogja nézni, akkor ugyanúgy arra fog rávilágítani, ami a mai világban sajnos kell, vagy akkor jutunk bizonyos szinten szakmailag előre, vagy bármibe az életünkbe, magánéletbe is, hogyha azt látjuk, hogy ha van egy cél, és azért megtesszük azokat a lépéseket, a felkészülést és mindent, ami eljutat majd minket oda. Tehát kitartásról beszélhetünk, főleg, és ezeket mindenki fogja szerintem érzékelni, és nyilván látni is a vásznon. Lesz, aki majd kedvet kap a futáshoz utána? Én azt mondom, hogy igen. Én azt mondom, hogy egyértelműen igen, és a Péter azt hiszem, hogy azért nem beszél róla, mert nekünk ez már természetes. Én úgy gondolom, hogy ott nagyon fontos dolgot csíptél el, hogy az életben, tehát nem csak a sportra rávetítve, hanem a hétköznapokban az alázat. Sajnos úgy gondolom, hogy a mai életünkből, nagyon sok emberből, illetve bennünk, úgy mondom, többet száma mondom, hiányzik egy bizonyos szintig az alázat. És amikor megvan az alázat, és bármit csinálsz, legyél sportriporter, legyél burkoló, legyél egy könyvesboltba eladó, ha azt nem megfelelő alázattal csinálod, akkor nincs értelme az egésznek. Na most eddig el kell jutni, és amikor a fizikai korlátaidat fizikálisan kell meghalnod kint a pályán, akkor ezek a dolgok átértékelődnek. Tehát egy ilyen ember, mint a Sós Peti, aki Spártának neki megy, ezt nem lehet másképp megcsinálni, csak maximális alázattal. Vagy megcsinál egy maratont. És itt csatolódik vissza a hétköznapi életünkhöz, hogy semmit nem tudsz becsülettel megcsinálni és jól megcsinálni, ha nem megfelelő alázattal állsz hozzá. Van, aki eddig eljut az élete során, hogy most ezt belátja, vagy nem. De az biztos, hogyha valaki elkezd futni és hosszúkat fut, ott a mérhetetlen alázat, fegyelem. Pont ezért szokták mondani, hogy a sport valahol igazságos, mert saját magadat nem tudod átverni, ha nem készültél fel megfelelően, akkor a pánik is kiderül. Jó, szóval jövő héten, akkor pénteken lesz a filmvetítés, 19:30-kor a nagy multimoziban, így van az Ultra című film, utána pedig lesz egy beszélgetés. Utána a közönség találkozó, így van. A mi beszélgetésünk még nem ér véget most, mert hogy most akkor egy kicsit szerepet cserélünk, mert Kaufer Tamásból lesz főszervező, amiről most fogunk beszélni, és Sós Péter meg esetleg résztvevő. Ugye mert szponzorom is érted, meg mekkora gázak. Segítő részvevő. Szóval, ugye neked ebben az évben már volt
két eseményed, legalább, ugye kettő volt? Igen, eddig, kettő ugye volt. A vértes Kozma Rock'n'Roll futás, meg a lépcsőfutás. Így van. És most lesz még kettő. Igen, akkor arról már ne beszéljünk, az megvolt. Most lesz kettő, augusztus 20-án lesz a Bencehegyi, immáron harmadszor a Bencehegyi Rock'n'Roll hegyi futás, illetve rá egy hétre, ami Vértes Kozma, ugyanabban a versenyközpontban, ugyanott a Vértes Kozmán a turistaházban, egy teljesen más verseny, ez egy terepfutás lesz, kopaszkutya rock'n'roll. Terepfutás, különböző távokkal, ez egy teljesen új dolog, tehát én is, mint terepfutó versenyrendező izgulok, mert teljesen másnak kell megfelelni, meg hát természetesen a versenyzőknek is teljesen más a kihívás. Indulsz mindkettőn? Én inkább azt mondom, hogy ugye amikről beszéltünk részben, tehát nem az új versenyekről, a régiekről, ugye azokon részt vettem többször is. Hát a lépcsőfutásra csak azt tudom mondani, hogy azóta én liften járok. Tehát, nem, ezt most nem értem. Tamás kitalál mindig nagyon jó versenyeket, és ez a lépcsőfutás, hát nem volt könnyű. Pedig csak a tizedikre, tehát hol van ehhez képest a spártai 151 néhány kilométered? Igen, csak itt nagyon gyorsan, nagyon hirtelen kell, ugye, és följutni ugye a legfelső emeletre, és nekem nagyjából olyan a hetedik emelet környékén elfogyott szerintem a levegőm. Jó, följutottam természetesen, meg nagyon érdekes kis verseny, ha azt vesszük, tehát nem egy klasszikus futóversenyről beszélünk, és persze csak viccesen mondtam ezt a liftet, úgyhogy... Nem is értett. De Bencehegyen is föl kell futni. Most a Bencehegyen ott ugye volt, amikor két felfutás volt, és ugye tavaly már három felfutáson vettem részt. Az azért ugye teljesen más. Tehát ott ugye nem a hetediken fogy a levegő, hanem amikor az ember mondjuk az első kör után fölér. És akkor még mindig van kettő, ugye le kell jönni, és akkor ugye a hegy alján van a visszafordító, és újra fel. Na most ugye ezt háromszor, de leküzdhető egyébként. Tehát a panoráma meg szerintem fantasztikus. Tehát annak a versenynek eleve maga a hegy, a Bencehegy és a panoráma az megadja az alapját. A híradóban ugye volt is róla szó, hogy hamarosan majd elkészül a kilátó. Én mindig azon gondolkozom veled kapcsolatban, hogy vannak ugye emberek, akik bélyeget gyűjtenek, vannak akik aláírásokat, focimezeket, stb. Te meg ilyen saját magad által kitalált, rendezett versenyeket, mert azért most akkor ebben az évben eddig, és még csak ugye majd, most jön majd ugye csak a két verseny után szeptember elején, négy versenyt rendeztél. Ez most négy verseny lesz, igen, de jövőre próbálkozom egy újjal. Én azt hiszem, a lépcsőfutás kifutotta magát. Tehát hangsúlyozom, hogy a nagyon nagy hálával tartozom a fehérvári tűzoltóknak, akik tulajdonképpen a színvonalat vitték, és tulajdonképpen egy érdekességet hoztak ebbe a versenybe, hiszen teljes felszereléssel futottak fel, illetve katona barátaimnak, akik ugyancsak képviseltették magukat. De helyette szerintem, vagy mellette valamit próbálok újra kitalálni. De miért fontos ez neked, hogy ennyi? Mert azért, tehát nyilván az látszik, hogy ezek a futóversenyek, ezek nem azok a futóversenyek, amiből te majd Öreghegyen házat fogsz építeni. Nem. Tehát ez nem ilyen központú verseny, mint amiből sajnos az országban látunk egy-kettőt. Hát pont azért, mert én egyedit akarok csinálni, és ezt úgy akarom, hogy mindenki, bárki el tudjon jönni, és ne legyen probléma az, hogy az a minimális nevezési díjat kifizesse, mert nem erről szól a történet. Én szerelmes vagyok ebbe a versenyrendezésbe, szerelmes vagyok a futásba, és ezt nem lehet másképp csinálni, én úgy gondolom. És mindig próbálok valami olyat kitalálni, ami nagyon nehéz egyébként, most már tudjuk, hogy nagyon színes a paletta, és nagyon széles, hiszen nagyon sok verseny van az országban, de a visszajelzések alapján is mindig úgy lehet felmérni, hogy a következő versenyen hányan keresnek, meg újra hányan jönnek. Tehát a Bencehegy az brutálisan kifutotta magát most már harmadszorra is. A nehézsége, szeretnek szenvedni a futók, ez egyértelmű. Tehát jó ott meghalni. Ott a Bencehegynek az a lényege, hogy ott 2,6 km ugye a fölfutás, ott 95 métert emelkedik a szint, azt aki nem járt még arra, az nem tudja. Tehát ott le kell térdelni a végén. Tehát egy komoly felkészültséget igényel, de természetesen vannak olyanok is, akik fősétálnak, és azokat tapsoljuk meg legjobban.
De a cél az tulajdonképpen az, hogy minél többen mozogjanak, sportoljanak. Mert gyere... Én mindig arra tettem fel az életemet, és Vértes Kozma is ebben kezdődött, a gyerekek nálam az elsők. Mindig valamilyen formában a gyerekeket bevontam, hiszen gyerektáborral, a lányomnak a gyerekosztályának a meghívásával kezdődött. És a következő meg az, hogy a kezdőfutókat mozgassam meg. Szerintem arra még a mai napig kevés olyan verseny van, ami kizárólag a kezdőfutókra megy. Felkészültebb futóknak 1000 versenyük van, a kezdőfutóknak ezért tervezek mindig 5 kilométeres futásokat, rövid távú futások, akár 1 kilométeres futások is vannak itt, mert nekem az tulajdonképpen egy kihívás, hogy azokat mozgassam meg, akiknek az életében semmilyen szerepet nem töltött be a sport, és én arra vagyok legbüszkébb, amikor odaáll egy olyan hölgy vagy egy úr, és azt mondja, hogy életem első futóversenye, és mondjuk magam korabeli. Szerintem ez sokkal nagyobb, mint hogy oda megy valaki 10 évesen, és lerohanja a maratont. Szóval augusztus 20-án akkor Bencehegy, egy héttel később pedig Vértes Kozmán kopaszkutya. A kopaszkutyáról még ha annyi belefér, azt hadd mondjam el, mert az többen kérdezik most, mivel teljesen új verseny és eddigi információk még nincsenek, hogy a teljesen ellenkező irányba egy terepen, egy makadám, sziklás, hegyi úton futunk a Várgesztesi Várig, azt megkerüljük egyszer, kétszer vagy háromszor, és akkor lehet választani 11 kilométer, 22 kilométer és 33 kilométer. És ami nem gyenge, hogy 250 méteres szint van körönként. Tehát 750 méterre kell felkapaszkodni annak a futónak, aki a hosszú távot választja. Szóval, akkor még egyszer, augusztus 20. Bencehegy, egy héttel később kopaszkutya. Kopaszkutya, Vértes Kozmán, így van. És akkor a műsor végén még egy picit kanyarodnék Petihez, aki majd az ősszel Budapest maraton ismét, és 26-szor, azt mondtad az adás előtt, zsinórban 26-szor állsz oda? Hát ez a 20. lesz, így van, és ez egy ilyen folyamatos megszakítás nélküli 20 év lesz, így van. Akkor 20 éve neked is bekattant valami? Régebben. Régebben? Nagyon régen. Csak erről nem beszélünk, mert a szülők is láthatják a műsort. És akkor most itt az adás legvégén Sós Péter szurkoló, Kaufer Tamás szurkol, ugye hamarosan kezdődik az Európa Liga mérkőzés, azt láttam egy Facebook posztban, hogy neked már megvan a jegyed a visszavágóra, Bordeaux-Vidi, csak gyorsan tényleg egy fél-fél percben ki mit vár a mai mest, ugye 20-30-kor kezdődik, 25 perc múlva kezdődik majd a Vidi meccs. Tehát kikapunk 2-1-re és behúzzuk, hogy hívják a visszavágón, mert a Szabolcs Ferenc barátommal megyünk, és nincs más lehetőség, így lesz. 2-1-re nyerünk ma, és a visszavágó meg döntetlen lesz. Ne verekedjetek össze. Arra nem gondoltatok még, hogy esetleg ilyen fogadás, vagy fogadalmat tenni, ha mondjuk tovább jut a Vidia Bordeaux ellen, akkor a következő körre hogy úgy mentek el. Nem, hogy a következő körre elfuttok felcsútig. Tehát elfuttok innét felcsútra a meccs helyszínére. Akkor csináljuk ezt meg, hát tényleg ez nem rossz. Én benne vagyok. Na én is benne vagyok, ha tovább jut a Vidia. Hát vagy a következő NFL csapatának a városába, a stadionhoz is elfuthatunk. Az nagyon messze. Hát az már ultra. Ezt a Sós Peti, én már ezzel regélni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Akkor még egyszer összefoglalva ma hallottakat. A legfontosabb itt a végén hangzott el, szerintem is legtöbbeket érdekel, hogy Sós Peti szerint nyer a Vidi, Kaufer Tomi szerint ma nem nyer a Vidi, de tovább jut, és ez a lényeg, hogy tovább jut. Idegenben rúgunk egy gólt. Az nagyon fontos. Lazovics. Lesz augusztus 20-án Bencehegyi futás, egy héttel később Vértes Kozmán kopaszkutya, jövő héten pedig akkor pénteken 19:30-tól. A film az Ultra. Ultra, és utána közönség találkozó. Kaufer Tamással. Uraim, én nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és én azt kívánom, hogy minden akkor sikerüljön, amiről itt ma beszéltünk, tehát jól sikerüljenek a futóversenyek, a jövő heti találkozó, és hát mindezek előtt akkor tényleg a videóton is ma érjen el egy olyan eredményt, amivel lesz esélye visszavág, és én nagyon kívánom, hogy a kameránkkal lekövethessük azt, ahogy ti elfuttok majd a következő selejtezőre, felcsútra. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, további szép estét. És ez volt már a Bajnokok Városa. Maradjanak velünk, jönnek most a rövid hírek. A Bajnokok Városában pedig majd legközelebb egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízió képernyői előtt. Én nyugodalmas jó éjszakát kívánok, és mivel búcsúzhatnék mással, mint hogy hajrá, Vidi! Viszontlátásra!